Bemutatom Magyari Néki Sirin Ilonát, aki Icát, aki élményfestést tart a stúdiónkba, és az első kérdésem Ica az lenne, hogy miben más a te élményfestésed, mint amit máshol is lehet találni élményfestéseket? Annak a híve vagyok, hogy az alapkép, hogyha tetszik valakinek, akkor saját magára kell alakítania, mindegy, hogy gyerekről vagy felnőttről beszélünk, és így nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki ugyanazt akarja megfesteni, mint az alapkép, tehát színekben, háttérben. Sőt, még valamikor ugye magát, mondjuk ha állatot festünk, akkor azt is alakítják, és nagyon jó végeredmény szokott lenni. Hogyha ugyanazt festik, akkor abszolút lehet látni a különbségeket a maga az alkotók között is. Tehát például, hogyha egy kutyás képről van szó, és engedjük, hogy azt csináljanak, amit ők szeretnének bizonyos határokon belül, hogy azért egy jó kép szülessen, akkor lehet látni, hogy melyik kutya gyerekes, melyik kutya idősödő, tehát, hogy magán a műven is lehet látni az elkészítőjének a szellemiségét, lehet következtetni az eszmevilágára, és ezeket nagyon jól szokták fogadni, ezt közben is meg szoktuk beszélni. Tehát például van olyan kislány, aki rendszeresen jár hozzám, és ő például a zöldet, ami a bokorfű virágnak az alapszíne, ő folyamatosan rózsaszínre festi, és neki ez így tökéletes, és ettől boldog, és jó látni, hogy olyat alkothat, ami ő belőle jön. Köszönöm. Akkor is nekem az alapvető különbség az, hogy van egy referencia fotó, de ezt mindenki a saját képére, a saját ízlésvilága alapján alakíthatja. Igen, hát igazándiból ez az élményfestés lényege. Tehát nem az lenne a lényege, hogy pontról pontra haladunk szabályok alapján ugyanazzal a színnel, mert én azt gondolom, hogy ez nem élmény, hanem egy idő után átmegy megfelelési kényszerbe, meg feszengésbe, hogyha főleg valaki lemarad, vagy lassabb, vagy nem olyan. És pont ez lenne az élményfestésnek a lényege, hogy maga a folyamat legyen egy élmény, nyilván a végeredmény is egy élmény, de hogy a folyamat legyen élmény, hogy olyan érzésekkel távozzanak, hogy máskor is akarjon festeni, aki elkezdte.